teszi a kormány, vagy a kormányzat bármely munkatársa, ha nemzetközi szakértőket von be. Én azt gondolom, hogy egy nyertes, esélyes helyzetben mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy nyerjünk. És valóban szükség van nemzetközi könyvvizsgáló, tanácsadó és szakértő cégek bevonására, akik nem olcsók kérdés első. Meg fogom kérdezni meg, hogy hány oldal a tanulmányt tudjak válaszolni erre a képletre, de nekem szemmeggyőződésem az, hogy soha ilyen közel nem jártunk ahhoz, hogy nyerjünk, és most bele kell adnunk mindent ahhoz, hogy nyerhessünk. És ha ennek az az ára, vagy az is kell hozzá, hogy nagy nemzetközi tanácsadó cégek segítségét kérjük, mert ők olyan tapasztalattal és tudással rendelkeznek, ami a sikeres pályázathoz közelebb visz bennünket, akkor ezt meg kell tenni, nem szabad habozni ebben a kérdésben. Fontos az elszámolás, a transzparencia, nem mentesül a kormány az alól, hogy a közpénzekkel elszámoljon, de még egyszer mondom, itt az átlagosnál nagyobb kockázatot is vállalni kell, mert nagyobb az esélye annak, hogy ilyen a pályázat.